Néha még most is gondolkozom a múltamon. Miért történt így? Isten miért engedte meg? Isaiah Burgem ezt a kérdést tette fel magának a leggyakrabban. Miért született házasságon kívül? Miért hagyta előtt az édesapja? Miért élt az édesanyja úgy, ahogy? Miért lett édzes? Eleinte az édesanyját okolta. Miért tette ezt velem? Hogy lehetett ilyen önző? Most semmim sincs. Dühös voltam az anyámra, hogy lefeküdt idegenekkel, és végül éces lett. Isaiah csak 7 éves volt, amikor édesanyja AIDS-ben meghalt. Testvéreivel együtt a nagymamához kerültek, de a helyzet csak romlott. A nagymamának volt egy élettársa, aki gyakran részeg volt, és a dühét a gyerekeken töltötte ki. Isaiah nagymamáját is hibáztatta. Miért engedte, hogy ezen menjünk keresztül? Miért tett ki minket ennek? Legidősebb gyerekként magára vállalta, hogy testvéreiről gondoskodjon. Megpróbálta őket megvédeni, de nem tudta. Ezután következett a végső miért. Megtudta, hogy 4 éves húga is AIDS-es. A szívem mélyén sejtettem, hogy nem lesz mindig velünk. Igyekeztem minél többet vele lenni, hogy legyenek közös emlékeink. Talán ezért is rázott meg nagyon a halála. Jasmine édesanyja méhében kapta el az AIDS betegséget. Isaiah 1 évig látta őt szenvedni, mielőtt közel az 5. szülinapjához meghalt. A halála előtti éjszakán azt mondta, hogy angyalok jönnek, hogy Jézushoz vigyék. Isaiah és öccse számára semmi nem változott egészen addig, amíg a nagymama ki nem rúgta élettársát, de a kár már megtörtént. Tinédzserként depresszióval és öngyilkos gondolatokkal küzdött. Most már mindenért Istent hibáztatta. Dühös voltam az egész világra, és Istenre, és ki is mutattam, amit legbelül éreztem. Középiskolában sokszor bajba került verekedés miatt, és bomlasztóan viselkedett az osztályban. Néhányszor felfüggesztették, és épp hogy csak le tudott érettségizni. A figyelmét teljesen lekötötték a lányok és az alkohol. Ennek meg is lett a következménye. Ittas vezetés miatt elvették jogosítványát. Fél évvel később ismét ittas vezetésért börtönbe csukták. Ez alkalommal nem tudtam megúszni a börtönt. Börtönbe kellett mennem. Isaiah-t 30 napra ültették le. Volt ideje, hogy visszanézzen az életére, hogy honnan jön és merre tart. A börtön volt az a pont, ahol ráébredtem, hogy vagy folytatom az utamat lefelé, vagy megfordulok és Istent fogom keresni, kérem a megbocsátását és azt, hogy gyógyítsa meg az összetört szívemet. Elkezdte olvasni a Bibliát, és rájött, hogy ő sem különb, mint azok az emberek, akiket vádolt a szenvedéseiért. De Jézus Krisztus különb volt, és Isaiah rá szeretett volna hasonlítani. Csak olvastam és tanultam Jézusról, amikor úgy döntöttem, hogy én ilyen típusú ember szeretnék lenni, és így élni, nem pedig randizgatni nőkkel, majd pár hónap múlva szakítani velük. Elegem lett a megszakadt és értelmetlen kapcsolatokból, és abból is, hogy azt gondoltam, ezek tesznek engem férfivá. Megérintett, amit Jézusról olvastam. A lelkemnek nagy örömöt okozott a gondolat, hogy ilyen emberré válhatok. Sokat gondolkozott és imádkozott, majd átadta minden keserűségét Jézus Krisztusnak. Ez az a hely, ahonnan börtönbe küldtek ittas vezetésért, és ugyanaz a hely, ahol Jézust elfogadtam, mint megváltómat. Ma 24 éves, Dél-Dakotában bibliaiskolába jár, és fiataloknak segít a gyülekezetben. Azt mondja, sokat tanult Isten szeretetéről, és megértette, hogy még csak az utazás kezdetén tart. Egészen addig nem értettem meg, hogy Isten jó, amíg nem láttam, hogy beavatkozik az életembe a börtönben, és nem tapasztaltam meg a szabadítását, és azt, hogy kihozott a szenvedésekből. Felismertem, hogy Jézus szenvedett a kereszten, és meg is halt a bűneim miatt. És ha ő képes volt erre, azt gondolom, én is sok mindent el tudok viselni, ami közel visz hozzá.